Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Ma kezdődnek az országban a föld árverése. Miről szól ez, ami most elkezdődött ebben az országban? Arról szól, hogy önök ott a Fideszben és a KDNP-ben 2 hónap alatt teljes rohamtempóban, parlamenti felhatalmazás nélkül 400 milliárdi földet kívánnak értékesíteni. Ez azt jelenti, hogy önök, tisztelt kormánypártok, naponta 10 milliárd forintnyi állami vagyont fognak eladni. Én azt kell mondanom önöknek, hogy az elmúlt 25 évben ilyen tempóban még egyik kormány sem égette fel a közös vagyonunkat. A Fidesz pedig ezt meglépi, holott önök voltak azok, akik a korábbi években nagyon kiálltak az erős állam, a nagy és erős állam szükségessége mellett. Önök voltak azok, akik áldás ellenségei voltak mindenféle privatizációnak, erre önök elkezdik az ország egyik legnagyobb privatizációját. Egy olyan privatizációt, amit még az unokáink és a dédunokáink is meg fognak keserülni. De beszéljünk a lényegről, mert a lényeg az mindig a színfalak mögött sejlik fel, ha egy ilyen nagy üzletről van szó. Beszéljünk arról, hogy miért van erre szükség. Röviden arról van szó, hogy itt egy oligarcha háború zajlik, és önök és az oligarcháik minden korábbinál éhesebbek. Arról van szó, hogy önök összevesztek Simicska Lajossal, és most fel kell tőkésíteni az új barátaikat. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a fideszes földprivatizáció az arról szól, hogy Mészáros Lőrinc és a több új barátjuk az gazdagabb legyen, mint amilyen gazdag Simicska Lajos és a régi barátaik. És önök most már olyan szemérmetlenül kapzsik, hogy képesek a magyar vidék teljes jövőjét a kukába dobni csak azért, hogy a haverjaik a pénzüknél legyenek. Ez az igazság. És minden más, amit önök a földprivatizációról mondanak, az hazugság. Hazugság, hogy a földprivatizáció fogja meggátolni azt, hogy külföldiek ebben az országban földhöz jussanak. De arról van szó, hogy pont ez az ügylet az, amin keresztül külföldiek fognak tudni földet vásárolni, magyar földet vásárolni. Önök ehhez asszisztálnak. Hazugság az is, amikor azt állítják, hogy helyi kis- és középgazdaságok fognak majd itt földhöz jutni. Tudják, önök nagyon gondosan felépítettek egy akadályrendszert, ami meggátolja, hogy a tisztes vállalkozó, földműves emberek oda jöjjenek a földlicitekre, tisztességgel benevezzenek, és indulni tudjanak ezen a megmérettetésen. Itt ugye ott a regisztráció, ami már 30 ezer forint, és ott van, hogy letétbe kell helyezni 10%-ot a licitáláshoz, méghozzá földterület kikiáltási árának a 10%-át. Önök pontosan tudják, hogy nagyon sok helyi gazdálkodó nincs olyan helyzetben, hogy ezt meglépje, úgyhogy alapvetően a tisztes vidéki földműves embereknek két lehetősége lesz, hogyha ez a földrablás végbe megy, az egyik az, hogy vagy strómanok lesznek, vagy adósságcsapdába jutnak. Tudják, ez egy olyan folyamat, amelyben önök elérik azt, hogy a Mészáros Lőrinc féle teljesen piszkos ügyletekben meggazdagodott, mondva csinált földművesek tudják megkaparintani az értékes és nagyobb földarabokat, mindenki más, a valódi gazdák pedig jobb esetben pedig kisebb értéktelen darabokhoz fognak jutni. Hazugság az is, hogy a helyben élő gazdálkodók vásárolhattak majd földet. Én emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy önök voltak azok, akik szétverték az agrárképzést, és most már egy hónapos gyors talpaló elvégzése után bármely műkörmös vagy gázszerelő mondhatja magát helyi gazdálkodónak. Hogyha a fideszesek itt a mögöttem abba hagyják a folyamatos bekiabálást, akkor azt is elmondom önöknek, hogy a legnagyobb hazugság, hogy a földprivatizáció erősítheti a magyar vidéket, és növelheti a vidéki foglalkoztatást. Tudják, az egy olyan helyzet, amiben most vagyunk, hogy állami birtokpolitika nélkül lehetetlen vidéken munkahelyeket teremteni. Állami földek nélkül nincsen állami birtokpolitika, bár igazából önöknek sosem volt vidékpolitikája, mióta Ányán professzor úr nincsen önökkel. Az elmúlt 5 év az arról szólt, hogy az oligarcha háborúnak az aktuális fázisához igazították a földtörvényeket. Önök a mai napon ezzel a szégyenletes folyamattal hűbéri sorba fogják taszítani a magyar vidéket, ahol a tisztes gazdálkodókra kétfajta sors várhat, vagy az adósságcsapda, vagy lehetnek strómanok a saját országokban. Nézzék, ma elkezdődtek a földárverések. Önök rohamtempóban, alig 2 hónap alatt el akarják adni a megművelhető földeknek a 2/3-át. De ne higgyék, hogy ez ilyen könnyű lesz. Ott vagyunk, most is ott vagyunk az árveréseken. És mindent meg fogunk tenni azok megakadályozása érdekében, figyelni fogunk, hogy ezt a szégyent ne zárt ajtók mögött tudják megcsinálni. És később, tisztelt képviselőtársaim, minden olyan földet vissza fogunk venni, amelyet önök szétlopnak, szétcsalnak és széthordanak.
Jó, hallják önök ott a kormánysorokban, szétlopnak, szétcsalnak és széthordanak, erről van szó, mert önök most minden magyar állampolgárt meglopnak, bármit mondanak is most önök... Válaszadásra megadom a szót Fazekas Sándor miniszter úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony, érdeklődéssel hallgattam az ön általánosságoktól és politikai szólamoktól hemzsegő felvetéseit. Hát eddig komoly témák voltak itt az országgyűlésben, és úgy láttam, minden felszólaló igyekezett felkészülni. Ön az első kivétel a mai napon, mert amit ön itt elmondott, az teljes mértékig légből kapott. Mind a jogszabályok, mind a nemzeti vidékstratégia, a Darányi Ignác programnak a teljes ismeret hiányáról tesz tanúbizonyságot. Persze beszédes az, hogy ön mondja ezt a hozzászólást, nem Sallai Róbert Benedek képviselőtársa. Gondolom, hogy ő a liciteken már licitál is, hiszen ő földet akart venni, sőt védett területet is akart venni. Tehát erre készül, hiszen majd a túlkevei földek vásárlására is, csak úgy, mint más földművesek részére nyílik lehetőség, az LMP-s gazdák részére is természetesen, sőt azok részére is, akik úgy földművesek, hogy közben esetleg gázszerelők, műkörmös tanfolyamot végeztek, vagy iskolában oktatással foglalkoznak. Ugyanis a földművesekre vonatkozó szabályozás az exakt, az országgyűlés ezt elfogadta, és az agrárszakképzés pedig, köszöni szépen, jól van, az agrárszakképzési intézmény rendszer a Földművelési Minisztériumhoz tartozik, ott az összes olyan szükséges intézkedést megtettük, ami szükséges a képzés megfelelő színvonala érdekében. Hogyha önnek más képzési formákkal, amelyek nem a iskola rendszerű képzés körébe tartoznak, gondja van, tegyen nyugodtan bejelentést a megfelelő oktatás felügyelő szervezetnél. Tisztelt országgyűlés, a hozzászólás maradék érdemi részére szeretnék reagálni, mert azt azért jól láthatjuk, hogy igazából nem a magyar földmestertől kell félteni a magyar földet, nem a gazdáktól, hanem azoktól a ellenzéki koalícióba tömörült gazdaellenes erőktől, akik akár Brüsszelig vagy az Alkotmánybíróság is hajlandóak elmenni azért, hogy a föld ne a magyar gazdáké legyen. Bárki legyen a föld, csak ne a magyar gazdáké. És most be ezek privatizációt kinyabálnak akkor, amikor 40 ezer helyről, hiszen 40 ezer föld részlet, amelynek a 10%-a van körülbelül 10 hektár fölött. Tehát szétszórtan helyezkedő parcellákról van szó, ezeknek az értékesítésére kerül sor, és akkor ebből vizionálnak oligarha nagybirtokokat, meg egyszer lenyúlást, egyszer pedig rablást, és így tovább. Hát tisztelt képviselő asszony, én szerintem ön túl erős szavakat használt akkor, amikor a földrablásról beszélt, hát a BTK meghatározza, hogy mi a rablás. Az a rablás, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás véget úgy veszel más, hogy evégből valaki ellen erőszakot, illetve az élet vagy a testépség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. Én azt javaslom, hogy a képviselő asszony válogasson meg a kifejezéseket, a szavakat, amiket használ. Mert itt azért jó néhány ezer gazdatunk majd képviselő asszony, legyen szíves, bocsánat, miniszter úr, a kéttagú LMP frakciót kérem arra, hogy hagyja a miniszter urat, hogy elmondja a válaszát. Akkor is, hogy ez önöknek nem tetszik. Önöknek volt 5 percük arra, hogy mondani valójukat kifejtsék. Ennyi tisztelet megérdemel mindenképpen állatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tehát én azt javaslom, hogy tartózkodjanak az ilyen földrablás és egyéb erőszakot sugalmazó kifejezésektől, mert itt kérem szépen árverésről, nyilvános árverésről van szó. Vételi ajánlatról, elővásárlási jogosítványokról, és így tovább. Tehát, aki ott földet vásárol, az egy földműves, az egy gazda, és semmiképpen nem rabló. Semmiképpen nem rabló. Nem olyan, aki lenyúl, nem olyan, aki privatizál, oda megy és vásárol. És szerintem a magyar gazdatársadalomnak ezt vissza kell utasítania, ezt az egész LMP-s felfogást vissza kell utasítania, mint ahogy egyébként megtette ezt a választásokon is a magyar gazdatársadalom, amikor azt a néhány százalékot biztosította az önök képviselőinek, amivel egyébként a parlamentbe bejutottak. A következő dolog. Ki vehet földet?
Hát az, aki az árverésen eredményesen szerepel. De emellett vannak további vásárlásra jogosultak is, a jelenlegi földhasználót is megillet egy elővásárlási jogosítvány. Azt, aki legalább egy évvel az eladásról érintett földszén településen állattartó telepet üzemeltet és takarmány előállítási célból vásárol, azt is, aki ökológiai gazdálkodás céljára szeretné megvásárolni a földet, a helyben lakó szomszéd földmest is megilleti ez a jog, a helyben lakó földmest is megilleti ez a jog. Illetve az olyan földmest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve 20 kilométeren belül van az értékesíteni tervezett földhöz képest. Tehát lehet akármilyen gazdatanfolyamra hivatkozni. Ezek azért konkrét előírások, amelyeknek a betartását ellenőrzi a hatóság, és ellenőrzik a gazdák is, akik ott vannak és élnek ezekkel a jogosítványaikkal. Tehát képviselőasszony, ön nyilván teljes tájékozatlansága okán vizionálit oligarcha birodalom építéseket, meg földvagyon felhalmozódás. Ezek a szabályok garanciálisak, megállítják azt, hogy valakinek a kezén a 300 hektáros limiten túl több földterület halmozódjon föl. Köszönöm szépen!